Bátori várkastély. A Bátori család a 14. századi udvarházát a 15. század második felében alakította át, és több önálló palota szárnyal is rendelkező várkastélyá bővítette. Az épület a 16. században még jelentős történelmi szerepet töltött be, azonban a későbbi századok folyamán erősen romos állapotba került. Az északi szárnyának közepén álló ebédlő palota maradványait 1730 után egy magtár megépítéséhez használták fel. A rekonstrukció után napjainkban látogatható a 2006-ban újjáépített Bátori várkastély épülete, a korabeli várkastély egyetlen felmenő falaiban is középkori maradványokat őrző részlete. Az épületben kialakított hiteles történelmi tényeken, valamint mondákon alapuló állandó kiállítás a város múltjához kötődő Bátori család korát és legendáit eleveníti meg. Öt képben 45 figura életnagyságban jeleníti meg a kor legfontosabb történéseit, miközben több neves vagy hírhedt történelmi szemét is életre kelt. A hihetetlenül aprólékosan kidolgozott figurák és a korhű környezet kombinációja egyedülálló reneszánsz hangulatot teremt. Tetőterében a legmodernebb technikai berendezésekkel felszerelt légkondicionált terem található, mely ideális helyszíne különböző rendezvényeknek, konferenciáknak, továbbképzéseknek.